Sziasztok, én Bálint vagyok, ez itt a Gaming Dumping, és a mai napon a Rise of Industry-t fogom nektek bemutatni, amely egy low poly grafikájú, ráadásul remek látványvilágú management játék, tycoon játék, amiben a hangsúly leginkább a gyártási folyamatokon van, illetve azon, hogy hogyan juttassuk el a nyersanyagainkat, illetve a kitermelt anyagainkat a városokba, mármint a logisztikán, illetve hogy azoknak a városoknak egyáltalán szükségük van ezekre az anyagokra, vagyis meg kell állapítanunk, hogy mik azok a dolgok, amikből hasznot remélhetünk a játékban. Nem mondanám, hogy egy hatalmas újítás ez az egész gondolat, viszont olyan jól kivitelezték, hogy nem csak egy remek, izgalmas élményt nyújt a játék, de hatalmas kihívást is mellé, feltéve, hogyha a legnehezebb fokozaton játszunk. De akkor kezdjük is el a játékot, és indítanék egy új játékot, és az előző kijelentésemmel ellentétben most nem a legnehezebb fokozaton fogom elindítani a játékot, hogy megismerjük ezt az igazán kemény oldalát, hanem egy ilyen nagyon egyszerű fokozaton fogunk indulni, főleg azért, hogy a játéknak az alapjait ismerhessük meg, illetve azt, hogy hogyan néz ki maga a játék, és hogy miket lehet benne csinálni, úgyhogy ez a videó most erre fog koncentrálni. Amint betöltött a pálya, rögtön meg is nézhetjük azt, hogy milyen világ tárul a szemünk elé, amit random legenerál nekünk a játék. Megnézhetjük a városokban, hogy milyen nyersanyagok vannak, hogy miket szeretne fogadni, hogy mi az, ami neki leginkább kell, és rögtön kiválaszthatjuk majd azt, hogy mi az, amit mi szeretnénk gyártani nekik, hogy mi az, ami a legközelebb állna a profilunkhoz, mondhatjuk. Tehát, így néz ki a játék. Így néz ki a térkép, egy ilyen ekkora pályánk van, ez a közepes pálya, ennél van egy nagyobb is, ami mondhatnám azt, hogy kétszer ekkora, de kb. Egyébként tényleg kétszer ekkora nagy pálya, úgyhogy ott már bőven van lehetőség arra, hogy terjeszkedjünk. Maga a játék egyébként baromi jól néz ki szerintem, nagyon jól kialakították és igazán részletesen elkészítették az épületeket, illetve az objektumokat, az autókat. Ugye látszik az, hogy például a marketben, ugye a piacon, a kis autónak ki van dolgozva a belseje, és az, hogy belül van valami szállítmány, a kis padokat, az ablakokat, ugye a kis ablakpárkát, mindent nagyon jól megcsináltak ahhoz, hogy ne legyen fotorealisztikus, mert nyilván nem ez volt a cél, viszont nagyon jól áll a low poly grafika mellé az, hogy ennyire jól kidolgozták az egészet, és mégsem egy ilyen Kingdoms and Castles féle, sokkal leegyszerűsítettebb játékot kapunk, kinézetet, de egyébként a fák hasonlóak, de hogy is mondjam, maga a kinézete még szerintem jobb is, mint annak a játéknak, amiatt, hogy ennyire belementek az apró részletekbe. Na, tehát akkor itt van a városunknak a farmer marketje, illetve van egy hardware store-ja, általában ezek azok az alapépületek, amik egy kisvárosban benne vannak, és itt különböző nyersanyagokat lehet beszolgáltatni a városnak, itt pedig különböző, mondjuk azt, hogy fogyasztási cikkeket lehet eladni az embereknek, hát nyilván élelmiszerről van szó. Tehát itt látható, hogy ez a város például csirkét szeretne, cukrot, kakaót, bogyókat, komlót, valami szőlőféleséget, krumplit, meg tojást. És itt ugyanúgy látható, hogy nyersanyagból is például gáz, meg olaj, meg fa, meg ilyesmik kellene nekik, szóval ez a két ág van eleinte a játékban, illetve hogyha megnézzünk egy nagyobb várost, nézzük csak mondjuk talán itt, akkor itt látható, hogy ennek a városnak már van egy fejlettebb, mondjuk azt, hogy ilyen vendéglátó vagy kiszolgáló központja, amiben már ruhákat ad a lakosoknak, és akkor a ruhák elkészítését pedig itt láthatjuk, hogy oda már komolyabb anyagok kellnek, olyan részanyagok, amik ugye itt is megtaláltuk ezen az ágon, illetve a hardware store-ban is megtaláltuk maga a gyapjú, amiből ugye ezek a póluk készülnek, amiket ez a város szeretne vásárolni. Szóval eldönthetjük azt, hogy egy olyan városnak próbálunk dolgozni, ami már rendelkezik egy ilyen komplexebb igényel, vagy egy kisebb városnak, aminél csak egy ilyen kettő alap igény jelenik meg. Én most rögtön rámennék egyébként egy komplexebb városra, egy igényesebb városra, illetve egy nagyobb városra, pont azért, mert szeretném minél gyorsabban megmutatni a játéknak a, hát mondjuk azt, hogy a mélyebb rétegeit, és egy ilyen várost, egy ilyen kisvárost felfejleszteni azért elég sok idő lenne, úgyhogy valószínűleg az nem férne bele az időnkbe, úgyhogy nézzük meg ezt a várost, és kezdjünk el neki dolgozni. Szóval, hogyha rögtön pólót szeretnék gyártani, vagy ilyesmit, ahhoz ki kellene fejlesztenem a hozzá szükséges technológiákat. Először is lerakom magát a fő épületemet, ugye a vállalatomnak a székhelyét. Ez nagyon transport tycoon-os dolognak tűnik számomra, mert ott volt egy ehhez hasonló mechanika, egy ilyen kis apróság a játékban. Ez az épület nem igazán, nem mondhatom azt, hogy komoly játékmechanikai szerepet kapott, inkább csak a kutatásokat lehet itt egy kicsit menedzselni rajta, de azt a kutatóképernyőn is megtehetem ugyanezen az oldalon, ugye azt a büdzsét állíthatom, amit a kutatásokba investálnék. Illetve van itt egy ilyen kis kölcsönfelvevő rész, ami nagyon jó dolog, mert nagyon jó kis egyénire szabott kölcsönöket tudunk felvenni a különböző városoktól a térképen,
meg beállíthatjuk azt például, hogy mekkora legyen a kölcsön, hány millió dollárt szeretnénk felvenni, illetve hogy mi legyen a futamidő, és akkor ahhoz képest változik ugye a kamat is, minél tovább tart ez a kölcsön, annál nagyobb az egész kamat, mondhatjuk, és ugye annál nagyobb a törlesztő részlet, minél hamarabb próbáljuk ezt az egészet letörleszteni. Szóval egy ilyen nagyon személyre szabott módon választhatjuk ki azt, hogy mit szeretnénk, hogyan szeretnénk felvenni a pénzünket. Na, a játék első pillanataiban három technológiát lokkolhatunk ki, és ez a három technológia lehet akár egy komolyabb ágon is, de maximum a kettes technológiai szintig juthatunk el, szóval maximum a második sorba választhatunk a játék első pillanataiban. Most mivel ugye ez ruhákat gyárt ez a város, illetve ruhákat szeretne, és mi gyártjuk majd neki a ruhákat, ezért meg kell nézni, hogy mi az, amit nagyon könnyen le tudnánk gyártani neki. Ugye itt az egész gyártási folyamatot át kell gondolni, például az, hogyha egy ilyen farmernadrágot szeretnénk eladni, ahhoz kell bőr, meg egy ilyen szövetanyag, egy ilyen nehéz szövetanyag, és ahhoz ráadásul még kell egy ilyen másik szövet, amihez kell a gyapjú. Úgyhogy igazából már ez egy komolyabb gyártási folyamat lenne. Én valami egyszerűbbet néznék ki első körben, valami olyasmit mondjuk, amihez... Mondjuk valószínűleg a gyapjú az mindenképp kell, azt nem ússzuk meg. Vagy nem is gyapjuk el egyébként hozzá, nem gyapot, bocsánat, mert ez gyapot. Igen. Szóval gyapotot kéne termeszteni itt a környéken. De igazából úgy látom, hogy ezekhez a szövetekhez ugye mind kell a gyapot. Úgyhogy akkor abban már is gondolkodhatunk, hogy gyapot ültetvényeket rakunk a város mellé. Először is 15 millió dollárral indulunk, ami itt van, itt látható, és hogyha megnyitjuk ezt a részét a pénzügyi ablakunknak, akkor látható egy részletes elszámolás az adott hónapról, ahol kiírja, hogy mit költöttünk, mennyire épületek fenntartására, autók kezelésére, meg tudom is én egyéb kölcsönök visszafizetésére, kutatásra, ilyesmikre, technológiák kifejlesztésére. Most, hogyha én szeretném a gyapotot kilokkolni a játékban, akkor az első pillanatokban a három ingyen, mondjuk azt, hogy ilyen kutatási pontomat lőhetem el erre, hogy rögtön kiválasztom a gyapotot, ami itt kell legyen valahol az első oldalon, illetve, bocsánat, nem a textil oldalon lesz, és utána már kiválasztottam ezt a szövetanyagot, és ebből már a később a komolyabb dolgokat előállíthatom. Na most nyilván rá kéne menni ezekre a keményebb kutatási irányzatokra, és akkor gyárthatnék ugye ilyen meleg ruhákat, vagy ilyen nyári ruhákat akár. Ennek a városnak egyébként, ha jól emlékszem, meleg ruhák kellettek inkább, de mindjárt megnézzük. Hát igazából a sima nyári póló is jó. De az a helyzet, hogy azért a farmernadrágra például 175%-os pénzt ad nekünk, ami egészen jó dolog. Ráadásul egy ilyen kemény, mondjuk azt, hogy komoly technológiájú dologra 90 ezer dollárt ajánl egy szállítmányért. De igazából a 90, a lényeg, a részösszeg az nem olyan fontos, itt mindig csak ugye az első számok számítanak. Ha megnézzük azt, hogy például, hogyha tejet adnánk neki, az csak 16, illetve hogyha például krumplit, pedig csak 13. Szóval látszik, hogy hatalmas különbség van a kettő között, hiszen a nadrágot egy komolyabb gyártási folyamaton át tudjuk eljutatni a városnak. Na most, ahhoz, hogy eljussunk a nadrágig, ki kell választanom a további, ugye, technológiákat, tehát itt nyilván ugye a tehenet kéne kiválasztani még egyébként, és utána pedig berakom kutatási sorrendbe, hát a nadrágot meg a pólót, ugye ezeket az ilyen komolyabb öltözeteket, és megpróbálunk ruhákat gyártani ennek a városnak, és megnézni, hogy ez hogy fog menni. Rengeteg pénz kell ez az akcióhoz, szóval itt azt látjuk, hogy 1,8 millió dollárba kerül kifejleszteni már a harmadik szintet, illetve hát egy ilyen 5,6 millió maga a nadrág. Szóval ez elég komoly lesz, lehet, hogy a pólót most egyelőre ki is veszem, és akkor azt mondom, hogy egyelőre megpróbálunk ugye gyapotot és tehenet tenyészteni, illetve termeszteni, és megnézzük, hogy a város, amíg nem tudjuk elkészíteni a komolyabb anyagokat, mit tud ezekből átvenni. Mert például itt látható, hogy a hardware store-ban magát a gyapotot is nem egy nagyon magas áron, egy 13-as áron át tudja venni, végül 155%-os hasznot ad az alappiaci árra, úgyhogy az nem olyan rossz. Illetve hát magát a tehén bőrt is nagyon szép áron be tudja venni 175%-os áron. Ez nyilván azért van, mert ugye könnyű fokozaton játszunk, és így a városok sokkal többet adnak az áruért, amit szállítanánk nekik. Na,
Tehát úgy néz ki maga a gyártás, csak hogy egyszerűen készítsem el az egész, mondjuk azt, hogy ilyen gyártási részét a játéknak, magát a központomat, a gyártási központomat, hogy először is építek egy raktárat valahova. Ez a raktár a logisztikai részért felel a dolognak. Tegyük le mondjuk ide. Így. Szeretnék a raktár köré építeni egy körforgalmat. Van egy ilyen séma, amit szoktam használni ezekre az épületekre, ezekre a gyártási központjaimra. Oda-vissza utakat fogok majd később építeni, de most földutakkal dolgozunk, mert nem fejlesztettem ki az út, a komolyabb útrendszert, úthálózatot. Persze érdemes lenne egyébként azt is megcsinálni, szóval ha belegondolok, akkor például itt a logisztikában van egy egyirányú út, amit egészen jó ötlet kifejleszteni a játék elején, hogyha nem lokkoltuk ki azonnal. És akkor utána rámehetünk majd a komolyabb technológiákra, ugye a textilipar oldalon. Na, szóval az utat nyilván be kell jutatni a városba, és ugye el kell jutatnom a hardware store-ba igazából. Így. És akár vissza is jutathatom ugye az utamat. Így. Gyakorlatilag a hardware store-nak fogunk szállítani a játék első pillanataiban. Na most a raktár az megvan, ez fog felelni ugye a termelő épületeknek a kezelésért ugye logisztikailag. Illetve láthatjuk, hogy itt például van egyébként a pályán más nyersanyag is, amit begyűjthetünk, mint például földgáz. Na most, hogyha a földgáz kell a városnak, akkor kézenfekvő, hogy azt is szállítsunk nekik. Úgyhogy ide valószínűleg egy földgázüzemet fogok építeni erre az oldalra, viszont az alaptervemen nem változtatok azon, hogy a gyár köré elhelyezek termelőépületeket még. Mármint nem a gyár köré, hanem a raktár köré. Annyit változtatnék egyébként ezen az elképzelésen, jut eszembe, hogy szükségem van még egy légtisztító üzemre majd, és később egy víztoronyra is, hogy ezen a területen ugye vizet tudjak szolgáltatni a farmoknak. Úgyhogy ide majd jön egy légtisztító, ide pedig egy víztorony. Ugye, a csővezeték, meg ilyesmik, ugye. A játék nem foglalkozik ilyen föld alatti dolgokkal, szóval vízvezetéket, meg ilyesmiket nem kell kiépíteni, elég a víztorony, és a hatókörébe tartozó épületeket ellátja, ahogy látható, hogy maga a logisztikai központ is egy hatókörön belül dolgozik. És azon a hatókörön belül látja az épületeket. Na szóval, hogyha azt akarom, hogy legyen ugye tehenem, akkor azt úgy kell csinálni, hogy építek először is egy tehénfarmot, és mondjuk lerakok 3 darab ilyen mezőt hozzá. Minden gyártó épületnek vannak ilyen kis harveszterei vagy alépületei. Egy tehénfarm esetében, egy állatfarm esetében ezek maguk ahogy a farmok, a legeltetők. Na most itt beállíthatom például, azt nem tudom beállítani, hogy mit termeljen, szóval folyamatosan fogja termelni nekem a húst, a tejet és a bőrt. Na most, hogyha a városnak nem kell hús, meg tej, akkor azokat máshova kell elszállítanom, mert az nem mehet a pocsékba, mert úgy nem lesz rajta semmi hasznom. Hús az kell neki, és igazából te is kell neki. Úgyhogy igazán szerencsések vagyunk olyan tekintetben, hogy ezeket a nyersanyagokat nem kell messzebbre szállítani. Úgyhogy ennek a városnak nagyon jól tudunk szállítani ilyen tehén tartással kapcsolatos anyagokat. Emiatt 2 farmot is lerakok neki, hiszen egészen kifizetődő lesz ezzel foglalkozni emellett a város mellett. Úgy néz ki a dolog, hogy egy kicsit bővítenem kell magán a part szakaszon, hogy elférjen a többi melléképület. De nagyjából erről lenne csak szó. Tehát van 2 tehénfarmom, egy raktár, amiben beszállítjuk majd a árut, és a raktárból pedig kivisszük a városba. A raktárnak az a bája egyébként, hogy automatikusan kezeli a körülötte lévő épületeknek a logisztikai igényét, így nem kell foglalkoznom azzal, hogy egyénileg állítsam be azt, hogy milyen célba menjenek a termékek, amiket gyártanék. Látható ugye, hogy a tehénfarm, ha autóra van állítva, akkor mindent a raktárba visz, viszont hogyha manuálra állítom, akkor beállíthatom azt, hogy például a húst vigyük rögtön akár a városba. Kijelölhetek neki távolabbi városokat, közelebbi városokat, kijelölhetem a raktárat, illetve bármi más, akár másik farmokat, hogyha például valamilyen terméke egy előállító üzemnek valamilyen más üzemnek kell. És rögtön oda lehetne szállítani. Na most egyelőre a raktárba bőven elég bevinni ezeket a dolgokat,
Viszont a tehénnek kell víz, meg búza, úgyhogy az ellátással is kell foglalkoznunk. De most akkor azt mondom, hogy építsünk még egy... egy ilyen gázüzemet, vagy egy ilyen gázszivattyút, aminek szintén van egy hatóköre, itt nagyon jól látható. De valószínűleg egyébként rossz épületet nézek, mert szerintem nekünk nem ez kell, hanem egy... hát elméletileg pedig a gáz lenne az, hiszen itt földgázról van szó. De nyomok egy mentést, és megnézzük azt, hogy... hogy le tudom-e rakni a gáz kinyerő melléképületeit a földgázra. Szóval itt van egy ilyen... igen, igen, ezeket meg tudom csinálni. Tehát most van egy ilyen gáz kinyerő épületünk, annak vannak melléképületei, egyelőre 3, és később majd lehet 5 is, hogyha kifejlesztettem azokat a technológiákat. De egyelőre egy darab ilyen üzem bőven elég, és a gázt rögtön beszállíthatom a városba, de érdemes azt is a raktárba vinni első körben, mert a raktárból nagyobb kamionokkal gazdaságosabban tudom vinni a városba az anyagot. Szóval most, hogy már van gáz, ami bemegy a warehouse 1-be, rögtön azt mondhatom neki, hogy akkor nyersanyagot viszünk, méghozzá gázt a közeli városba. Így. És ennyi, kijelöltem azt, hogy gázzal szeretnék foglalkozni, és a városba viszem. Itt még van egy ilyen apróság, hogy azzal is foglalkoznunk kell, hogy mennyit viszünk a városba, milyen mennyiségű anyagot viszünk oda. Mert ugyanis minden terméknek van egy, hogy is mondjam, árfolyama. Ez százalékban is kiírja, ugye itt a gáz a piaci ár fölött 75%-kal mozog, és ezt ugye számban is kiírja, az az 5 egész valamennyi $1000. Vagy 5 dollár, nem tudom, ez milyen mértékegység, a lényeg az, hogy 5. Na most, hogyha túl sok gáz lenne beszállítva a hardware store-ba, akkor az azt jelentené tulajdonképpen, hogy leviszem az árát a gáznak. Vagyis rengeteg kerül raktárra, az emberek nem fogyasztják, ezért kénytelenek árat csökkenteni azért, hogy lemenjen hogy egyszerűen elfogjon az a gázmennyiség, amit ugye felhalmoztak. Ezért azt mondom neki, hogy csak 14 gáz gallonnyi, vagy tudom is én mennyiségnyi, egységnyi gázt fogok beszállítani, pont annyit, amennyit elkölt 15 nap alatt a város. Írja, hogy neki mennyire van szüksége, azt írja, hogy 14 per 15 days. A bőrnél ez 9 per 15. A homoknál megint 14 per 15. Szóval csak annyit szállítok neki, amennyire igény van, a többit inkább megtartom, és talán még jobban is megéri kidobni a kukába a maradékot, mint azt, hogy fölöslegesen bejuttassam a városba a gázt, és lemenjen az ára. Vagy azt megtehetem egyébként, hogy lebontok egy begyűjtőt, és akkor a gázüzem nem fog annyit termelni, olcsóbb lesz maga az üzemeltetési költség az üzemnek. Minden üzemnek van egy ilyen kis grafikonja, ami látható, hogy milyen üzemeltetési költségei vannak. Leginkább maga a building upkeep az, ami fontos. Ez most nyilván nulla, hiszen most építettem meg, ezért nincs adatunk róla, de itt fognak megjelenni azok a számok, amik kellenek, amik mutatják azt, hogy egy ilyen üzem mennyibe kerül nekünk az, hogy működik. És hogyha lebontanék egy-két ilyen gázpumpát, akkor olcsóbb lenne az üzemeltetése az épületnek. Ergo, a lényege az a játéknak, hogy csak annyit termeljünk, amennyit szükséges, amennyit el tudunk adni. Mert ha többet termelünk, akkor problémáink lesznek, akkor valamit rosszul csinálunk. Na, menjünk tovább, és foglalkozzunk a többi részével a játéknak. Ugye itt lenne elméletileg egy út még, illetve ide is szeretnék egy utat építeni, hát ez gyakorlatilag az a séma, amit már egyszer kitaláltam, és nagyjából jól működött, hogy középen vannak a gyártóépületeknek az ellátóépületeik, a hozzájuk tartozó ilyen fontosabb épületek, amik ugye a működésüket segítik elő, és a szélre pedig ugye azok kerülnek, azok az épületek, amik, hogy is mondjam, egyébként ki kell fejlesztenem a búzát, közben rájöttem. Szóval a szélre azok az épületek kellenek, ugye, amelyik az előállítással foglalkoznak. Magát a leépítést, az bármikor megtehetem, amíg nem indítom el a játékot. Szóval úgy néz ki a dolog, hogy lerakok egy épületet, és bármikor lebonthatom, ugyanannyiért, amennyiért leraktam, amíg azt a pózolási időben teszem meg, így nyugodtan tudok variálni az ötleteim között. Most ugye az a lényeg a dolognak, hogy csak gázzal tudok a játék első pillanatában foglalkozni, mert a búzát még ki kell fejlesztenem ahhoz, hogy elkezdhessem a tehén farmot használni. Mert ugye takarmány kell a tehénnek. Úgyhogy kicsit eltoljuk ezt az egész projektet, hogy rámenjünk magára a nadrág fejlesztésre, farmer nadrágra. De akkor nézzük csak, hogy is néz ki a... Hol van a textil? Itt van.
de később ugye rámehetünk ezekre. Szóval búzával kezdjük a játékot, és ugye azt mondtam, hogy ugye itt foglalkozhatunk bőrrel, gyapottal, és szerintem a gyapotot kifejlesztettük, úgyhogy egy gyapot farmot például lerakhatnék. Ugye, hogyha itt lesz a búza farm, akkor lehet, hogy a tehenet érdemesebb átrakni ide, és akkor ide pedig jöhet a gyapot akár, ahova ugye a tehenet akartam először rakni. Tehát akkor gyapott farmokkal fogunk foglalkozni a játék első pillanatában, meg gázzal ugye. A gáz az azért kell, mert egyébként kell valami, nyilván valami, ami profitot termel, ami kiegészíti ugye a tevékenységünket, és arról nem is beszéltem még, hogy vannak különböző események a játékban, eventek, amik a megjelenésükkor hordozhatnak magukkal negatív vagy pozitív hatásokat. Ez úgy néz ki, hogy tudom is én kiírja, hogy mondjuk rossz hónapja volt a termelésnek és a farmoknak az üzeme, vagy a farmok maguk azok 50%-kal kevesebbet fognak termelni. Ami azért elég problémás, és hogyha csak a farmokra koncentrál az ember, akkor nyilvánvalóan bedőlhet az egész vállalkozása. Na, ide építenék viszont egy begyűjtőközpontot, ami a vízzel fog foglalkozni, illetve megtehetném azt is, hogy akár ide építem, akár ide is megtehetném, hogy leépítem végül is, vagy ide. Mert hogyha itt lesz a víztorony, akkor végül is ide leépíthetem. Azért mutatom meg így, és nem itt a, hogy is mondjam, a folyó mellett gyűjtjük be a vizet, mert van egy ilyen érdekessége a játéknak, hogy lerakom a vízüzemet ide mondjuk. Ugye nincs víz a környéken, de megfelelő talaj átrendezéssel nagyon könnyen csinálhatok vizet. Azt mondja, hogy itt lesz egy begyűjtőépület, itt egy kicsit le kell húznom a talajt, és már is, hogyha ugye a talajszint, a tengerszint alá csökken, akkor ebben a játékban rögtön megjelenik a víz. Vagyis tudok dolgozni egy vízüzemmel a semmi közepén is. Ami nagyon fura, és szerintem inkább egy hibás gondolat a fejlesztők részéről, hogy így meg lehet oldani végül is a víznek a behozatalát. Bármilyen gyártelepre, vagy bármilyen központba, hogy egyszerűen csak így odarakok egy kis vizet valahova, és ott van a víz, és onnantól kezdve ez dolgozik. Szóval nem tudom, ez nekem kicsit csalásnak tűnik, de élek vele pont azért, mert szerettem volna bemutatni nektek azt, hogy a játékrendszere ilyen módon kihasználható. Na, a lényeg az, hogy akkor most a víz az bekerül magába a raktárba. Látható, hogy Warehouse 1-be belemegy a víz, és a vizet majd a raktár automatikusan kiadja ezeknek az épületeknek. Mivel itt két farm van, ezért a három begyűjtő bőven elég nekik, tulajdonképpen kettő is elég lenne. Nagyon egyszerűen lehet számolni az egységekkel, egy vizet termel ez a begyűjtő, és egy vizet emészt fel a farm, legalábbis mezőnként egyet emészt fel, de a tapasztalat az, hogy igazából elég lesz neki az egy begyűjtő, mert mire a termés kinő, addigra ez még több vizet be fog gyűjteni, és így kijön egy egyensúly, de majd ezt ellenőriznünk kell, és ha látjuk, hogy a raktárban mondjuk nagyon kevés a víz, egyáltalán nem nő, vagy a farmok nem dolgoznak teljes hatékonysággal, ugyanis van nekik egy ilyen hatékonysági mutatójuk, akkor könnyen kiderülhet az, hogy több víz kell nekik a működéshez. Na, tehát akkor van gyapot, van gáz, és van vízbegyűjtőnk. Magával a tehénnel nem tudok még foglalkozni, mert kell a búza, úgyhogy szerintem mondhatjuk azt, hogy elindíthatom a játékot így ebben az állapotban, és megvárjuk azt, amíg kifejlesztem a következő technológiákat, hogy tovább haladjunk. Nyomok egy mentést a biztonság kedvéért, nem árt, hogyha az ember állandóan ment ebben a játékban, mert nagyon sok olyan esemény történhet, illetve bármilyen probléma adódhat menet közben, ami miatt vissza kell térni egy korábbi állásba, és áttervezni egy-két dolgot, amivel korábban nem számolt az ember. Persze be kell állítanom azt is, hogy a raktár a gyapotot vigye a közeli városba, ugye a gáz mellett ezzel is foglalkozunk, és meg kell néznem azt is, hogy hány gyapotot képes befogadni a város, hát 11-et. Az egy elég nagy mennyiségnek tűnik egyébként, de mindjárt megnézzük, hogy ez kaja irányban hogy néz ki. Igen, a 11 az azért elég sok, szóval lehetséges, hogy le tudnék rakni még egy gyapot farmot. Ellenőrizni fogjuk majd a mennyiségeket, mert ugye, hogyha a raktár nem telik meg gyapottal. Akkor ez azt jelenti, hogy a város az összes gyapotot felhasználja, amit mi termelünk, így termelhetünk akár még többet.
Egyébként a búza után rögtön igazából nem az úttal kéne foglalkoznom, hanem a légtisztítónak a kifejlesztésével. Úgyhogy itt komoly technológiákra kell ráugranunk még azelőtt, hogy elkezdhetnénk a tervünket. Itt van légtisztítás, ezzel is fogunk foglalkozni, illetve van itt egy víztorony, azt is szeretném majd kilokkolni, és utána megyünk rá az útra, csak hogy kicsit kényelmesebben használhassuk az úthálózatunkat, ugye egy normális aszfalt úttal. Látható ugye, hogy a légszennyezés már is megjelent ugye a gáz kitermelés során, úgyhogy ez nyilván probléma, ezzel kezdeni kell valamit, mert hogyha a füst hamar eléri a földeket, akkor ezek a földek nem lesznek üzemképesek, egyszerűen kirohalt a termés, hogyha a füst beborítja magát a gyapot, ugye, amit termelnék. Látható, hogy most egyébként elég csúnya a balanszom, ugye a hónap végi egyenlegem, itt mínusz 21 ezer termeltem, nyilván azért van, mert ennyi ellátó épület azért még nem elég ahhoz, hogy egy normális gazdaságot kiépítsek, de az is igaz, hogy amit láthatjátok, már a búzát tudnám termeszteni, illetve a teheneket, úgyhogy menjünk rá erre gyorsan, és építsük meg ezeket a termelőüzemeket. Szóval, tehát azt mondja, hogy hát igazából itt lehetne búzával foglalkozni, de én azt mondom, hogy akkor először nézzük meg a tehenet. És rakjunk le pár tehén farmot. Így. Tegyünk a tehén mögé egy búzát. Minél közelebb legyenek egymáshoz, és pont azért, hogy ne kelljen messzire szállítani a búzát, akár rögtön beszállíthatnánk a tehén farmra is. Tehát van egy ilyen búzafarmom, egy darab tehénfarm, és egyébként emellé még egyet nyugodtan berakhatok, mert szerintem egy ilyen hármas búzafarm nagyon jól el fogja látni akár több tehénfarmomnak a búzaigényét. Egyelőre kettővel megpróbálom, és itt már nem a raktárba viszem be a búzát, hiszen fölösleges lenne a raktárig elmenni, hanem rögtön bevisszük a tehénfarmra. Ez úgy fog kinézni, hogy azt mondom neki, hogy kiválasztunk egy célállomást, ami a tehénfarm 1, illetve tehénfarm 2 lesz. És hát nyilván ugye ennek is beállíthatok egy maximum értéket, ami tudom is én, hát igazából nem feltétlenül muszáj, mert ugye itt nincs árfolyam dolog. Itt a maximum érték beállítása maximum arra lenne jó, hogyha nem szeretném, hogy az egyik jobban meg legyen töltve, mint a másik, vagy azt szeretném, hogy az egyik kevésbé legyen direkt megtöltve, vagy oda csak egyet vigyen, a többi meg végtelen mennyiségűt, ilyenekre lehet használni ezeket a megtöltési, akkor mondjuk azt, hogy korlátozó számokat. Természetesen, bocsánat, ugye a vizet el kell jutatni a farmra, ezért a víznek kell még egy begyűjtő épület, és magára a tehén farmra is kell víz, úgyhogy itt az ideje letenni egy újabb víztisztítót. Ahhoz, hogy ezt lerakhassam, ugye kell még több vizet. Szóval még több vizet kell ugye elérhetővé tennem az épület előtt. Így. Ez nyilván egy valak pénz egyébként leásni a földbe. És hogyha nehéz fokozaton játszunk, akkor ezt nem biztos, hogy megengedheti magának a játékos. De egyébként ott sem lehetetlen dolog megcsinálni a játék elején, mert volt olyan állásom, amiben alkalmaztam ezt a rendszert a legnehezebb fokozaton is, és működik, kifizethető. Viszont, hogyha az ember spórolni akar, akkor nyugodtan oda rakhatja a folyó mellé. 25 ezer dollár egyébként egy darab kocka leásása, és úgy tekintve, hogy a legnehezebb fokozaton összesen 5 millió dollárral indítunk, azért az jelentősnek számít. Tehát úgy néz ki a dolog most egyébként, hogy a vizet behozzuk a raktárba, ugye mindkettő víztisztító vagy vízszivattyú a raktárba viszi a terméket. És a raktár automatikusan kiküldi majd a közeli épületeknek, amiknek szükségük van rá. Szóval ezzel nem kell foglalkoznunk jelenleg. Közben kifejlesztettem a légszűrő rendszert, amit ide le is rakhatok. És hát nyilván az úttal foglalkoznom kell, még hogy legyen egy bejövő meg kimenő út, hogy be tudjuk vinni a szállítmányt. De a légtisztító rendszernél is ugyanez a helyzet, hogy a raktárra bízzuk azt, hogy ellássa kellő vízmennyiséggel, hogy a munka beindulhasson.
Látható, hogy elindult a légtisztító üzem, és már is tisztul a levegő a környéken, azok a csúnya, szürkés felhők, ködös részek eltűntek a pályáról. És most a búza már elkezdett nőni, hogy a búza farm kapott egy kis vizet. A tehén farmok rengeteg vizet kaptak, még nincsen búza, ezért nem tudunk tehenet termeszteni, tenyészteni. Amíg a búza nem indul el, addig ebből nem lesz semmi, úgyhogy a búza az első olyan dolog, aminek meg kell történnie a játékban, aminek el kell kezdődnie, nőni, kinőni, le kell aratni, el kell szállítani, és utána jöhetnek a tehénnel foglalkozó részek. A tehénnél sajnos nem mutatja olyan jól a játék azt, hogy hogyan folyik a termelés, mozgat teheneket a kis mezőn, meg ilyenek, de ezek a tehenek tulajdonképpen még nem léteznek, hiszen nem volt se víz, se takarmány, amivel ugye amivel gyakorlatilag elkezdhetnénk a teheneket tenyészteni. De a búzánál nagyon szépen mutatja azt, hogy nő a búza, a tehénnél ez nem, ez nincs. Viszont ugye a tehénnél is látszik az épületben, hogy három ágon termeljük, tenyésztjük a tehenet, ahogy itt is, úgyhogy igazából a búza mennyiség már megvan ahhoz, hogy dolgozhassanak ezek az épületek. Hogyha a tehén termesztés, vagy tehén tenyésztés kész van, akkor be fog jönni a hús, a tej és a bőr a raktárba, úgyhogy ezeket a nyersanyagokat rögtön be kéne állítani, hogy a városban is ugye eladásra kerüljenek. Most a probléma az, hogy egy egyes szintű raktár három dolgot tud egyszerre kezelni. Úgyhogy a gáz és a gyapot mellett még esetleg a hús elférne, és akkor azt mondhatom neki, hogy a steakhúst bevisszük a közeli farmra. De a másik két terméket közvetlenül kell a városba juttatnom, amíg a raktárat nem fejlesztettem fel. Szóval azt mondom neki, hogy a játéknak, mármint a tehén tenyésztő farmnak, hogy juttassuk el a raktárba a húst, és a tejet és a bőrt pedig juttassuk el közvetlenül a városba. Úgyhogy manuálisan kell beállítanom itt a számokat, ráadásul arra is oda kell figyelnem, ugye, hogy mennyi húst, 9-et, mennyi tejet, 9-et, és mennyi bőrt tud a város feldolgozni, hát abból is 9-et, hogy ezeket a számokat be kell állítanom. Tehát 9-re állítom a tejet, 9-re állítom a bőrt, és a warehouse-ba, mármint a raktárba maximális mennyiségű húst szállíthatok, hiszen nem baj, hogy ott van, viszont a warehouse-ból kifele már a raktár a városba csak 9-et viszünk majd. Ugyanezt meg kell csinálnom a másik tehén farmnál is, tehát a húst bevisszük a raktárba, a tejet és a bőrt pedig bevisszük a városba. A jó oldala, és egyben negatív oldala ennek az egésznek az, hogy itt automatikusan megjegyezte már a játék, hogy itt 9-es számokkal dolgozunk, úgyhogy nem tudom átállítani. Ez a rossz oldala, a jó viszont az, hogy nem kell vele foglalkoznom. Ez egy, mondhatjuk azt, egy kis kényelmesség, viszont egy kis problémát is okozhat, hogyha az embernek más tervei vannak különböző üzemekkel. Ebben az esetben egyébként kényelmesen jött ki a dolog. Amint kifejlesztettük a víztornyot, rögtön rámehetünk majd egyébként a raktár fejlesztésre, és csak utána megyünk rá a fejlettebb úthálózatra. Nézzük csak, hogy is van ez logisztika. Igen. Hoppá, bocsánat, nem ez kell, hanem a raktár fejlesztésre fogunk rámenni, hogy több anyagot tudjunk kezelni, és azután pedig az útfejlesztésre fogunk rámozdulni. Látható egyébként, hogy már alakul a profit. Van egy ilyen, ebben a hónapban lett valamiért egy 1,26 milliós bevételünk, ami nem tudom, hogy honnan ered. Ja, kaptunk egy kutatási támogatást. Ezek ilyen eventok a játékban, események, amik megtörténnek, vannak pozitívak, negatívak, erről már beszéltem, de most láthatjuk azt, hogy gyakorlatilag így néz ki a dolog, hogy megjelenik egy ilyen kutatási támogatás, és akkor ebben így, mert mondjuk azt, hogy egy ilyen hatalmas bevételre tehetünk szert így hirtelen. Kifejlesztettük közben egyébként, bocsánat, a víztornyot, úgyhogy ezt le is rakhatom. Így. Nyilván gondoskodok a be- és kimenetről.
és most, hogy megvan a víztorony, ebben a területben gyakorlatilag igazságosan elosztja a vizet. Annyit kell csinálnom, hogy átállítom azt, hogy a vizet rögtön a víztoronyba szállítsák az üzemek, illetve, hát tulajdonképpen nem állítok semmit, akkor is megtörténik ez. Mert innentől kezdve, hogy a víztorony üzembe lépett, és a hatósugarán belül vannak a víztisztítók, vízszivattyúk, innentől kezdve nem fog azzal foglalkozni a rendszer, hogy vizet szállítson ki. Szóval, ha megnézzük, felpörgetjük az időt, akkor látható az, hogy a kamionok most már csak a melléképületekből magába a főépületbe mennek, viszont a főépületből nem indul el víz másmerre, másik irányba, kivéve maximum a légtisztító felé menne valami. Közben itt látható egyébként, hogy rengeteg kamionunk megy a városba, ugye azok, amik a raktárból indulnak ki, a kisebb autók pedig, ezek itt, ezek pedig a tehénüzemekből mennek ki, ezek azok ugye, amik rövid távra valók, rövid távú szállításra találták ki őket, ezek ugye a teherautók, nem pedig a kamionok, viszont a teherautókat most ugye azért kell használnom, mert a raktárba már nem tudom bevinni az árut. Látható egyébként, hogy leállt a légtisztító, ami azért van, mert nincs vize. A játéknak egy olyan hibája derül ki, hogy hiába van nekünk víztornyunk, attól függetlenül az nem ad valamiért a légtisztítónak vizet. Úgyhogy be kell állítanom azt, hogy a víz az menjen a légtisztítóba, de maximum egy. Hiszen annak annyira van szüksége. Ezért a maradék víz valószínűleg be fog jutni a víztoronyba. De megnézzük majd, és hát mondjuk azt, hogy kitapasztaljuk, kiteszteljük, hogy ez így működik-e. Szóval itt látnunk kéne valami növekedést a víz mennyiségben. És egyébként növekszik is. Szóval látszik azt, hogy most 16-ra felment. 14, 15, 13 és 17. Szóval működik a dolog, autós szállítás nélkül vihetjük a vizet a víztoronyba, és közben a légtisztító rendszerünk is üzemel, hiszen oda külön szállítjuk autókkal a vizet. Úgyhogy ez így egészen jól működik, illetve nézzük meg azt, hogy a tehénfarmok hogy állnak, illetve azoknak a hatékonyságát. De úgy látom, hogy mindkettő 100%-os hatékonysággal üzemel, ezért valószínűleg kellő mennyiségű búzát gyártunk nekik, termesztünk nekik. Közben itt látható maga a kutatási szint, fejlesztési szint, és most fejlesztettük ki ugye azt, hogy a raktárban 3-mal több anyag lehet, 3-mal több anyagot tudunk kezelni, ezért beállíthatjuk ide a tejet és a bőrt. És mindkettőt vihetjük a közeli városba. Ami így néz ki, a számok eleve be vannak állítva, hiszen azt már egyszer beállítottam. Viszont akkor most már autóra állíthatom magát a tehén farmoknak a termelését. És akkor ettől a pillanattól kezdve a kamionok szállítanak most már csak a városba, és csak a kamionok foglalkoznak ezzel a szállítással, hogy a városba bevisznek bármit. És egyébként, hogyha megnézzük magát ugye a hardware store-t, akkor láthatjuk azt, hogy például gyapotból milyen mennyiséget halmozunk fel. Ha elérjük a 11-es számot, az azt jelenti, hogy nem kell több gyapotot termelni, viszont ha nem érjük el, akkor ez azt jelenti, hogy még egy gyapotfarmot lerakhatok, illetve nézhetem ezt a számot a gáz esetében is, meg a tej esetében is, és minden esetében, amit gyártok nekik. Például itt látszik, hogy 8-at sikerült beszállítani a gyapotból, 9-10, és eladtuk. Szóval a lényeg az, hogy ugye 15 naponta, havonta kétszer van eladás gyapotból, és 9-et szállítok be az eladás előtt. Hát igazából még egy gyapot farmot nem biztos, hogy érdemes emiatt csinálni. Valószínűleg keletkezne egy kis fölösleg, és én úgy vagyok, hogy inkább ne keletkezzen egy pici fölösleg, hanem inkább egy picit, egy kis hiány legyen, hogy az emberek egyrészt jobban igényeljék az árut, hogy annak magas legyen az értéke. 360 ezer termelünk havonta, ami nyilván a könnyű fokozatnak a hatása, mert ilyen mennyiségű pénzt nem szoktam termelni nehéz fokozatokban, ez egy egészen jó eredmény lenne egy nehéz fokozatban ebben a játékban. Sőt, igazából egy kimagasló eredmény lenne. De így, hogy gyakorlatilag átgondolatlanul kezdtem el játszani, csak így ledobáltam a dolgokat, direkt azért, hogy megmutassam a lényeget, a termelési folyamatokat, így, hogy nem... Mondjuk azt, hogy nem feszültem rá arra, hogy tényleg minden jól működjön. Végül is könnyű fokozaton, oké, hogy elevickélünk, de nehéz fokozaton sokkal odafigyelőbbnek kell lenni mindennel kapcsolatban. Na nézzük, tehát akkor szállítunk húst,
tejet, és igazából hát itt más nem, élelmiszerből, viszont szállítunk még ugye gázt, bőrt, gyapotot ennek a városnak. Ami nem rossz, de ugye a célunk az lenne, hogy a textiliparba robbanjunk be. Úgyhogy a következő lépés az lesz, hogy ezt a szövetanyagot próbáljuk majd meg elkészíteni. Viszont ahhoz valószínűleg szükségünk lesz majd még több gyárépületre. Minden esetre most, hogy az úthálózat kifejlődött, ki lett kutatva, elkezdem upgrade-elni az útrendszeremet, és akkor most láthatjátok, hogy hogyan néz ki az, amikor egy ilyen egyirányú utat építek, és igazából körforgalmakkal oldom most már meg magát az a raktár körüli úthálózatot, pont azért, hogy az autók minél kevesebbet ütközzenek egymásra, és minél jobban működjön az egész rendszer. Gyakorlatilag ilyen egyszerű megoldásokat használok, hogy építek egy körforgalmat minden épület felé, és a földutat meghagyom, mert még két irányú aszfaltutam nincs, mert azt nem fejlesztettem ki. Úgyhogy ez egy ilyen furcsa része a játéknak mondhatni, hogy az egyirányú utat külön kell kifejleszteni, mint a két rendes normál utat, amiben ugye két irányba közlekedhetünk. De így néz ki maga az úthálózat, és egyébként láthatjuk a traffic mappen, hogy hol van leterhelve ez a hálózat, de egyébként most minden nyilvánvalóan nagyon szépen és egyszerűen működik, azért mert nincs túl sok gyártóépületünk a környéken. Mielőtt egyébként rámennék, szerintem erre a textilre lehet, hogy érdemes lenne megdobni a hatékonyságát a kutatásunknak, és előtte azt kifejleszteni. Mert itt talán gyorsabb lenne maga a textilnek a kikutatása. 250 ezres büdzsét tudunk majd rátenni erre a dologra, hogyha ezt kifejlesztettük. Na, és már is van egy negatív hatásunk a játékban, infláció, ami azt jelenti, hogy plusz 25% ráment a kölcsönökre. Van a játékban egy kölcsönrendszer, ugye arról már beszéltem és mutattam az első pillanatokban. Az így néz ki, és itt egyetlen egy aktív kölcsönünk van, amin 0% kamat van, hát azért, mert ez volt az induló kölcsönünk a játékban, úgyhogy ez egy ilyen nagyon kedvezményes dolog. De 15 millió dollárról van szó, amit 125 ezer dolláronként törlesztünk havonta. Ami egyébként elég kemény. De úgy lát, de ebben a könnyű fokozatban is egyébként megoldható a dolog. Bár úgy látom, hogy egyébként negatívba ment a balansz. Lehet, hogy azért egyébként, mert nem, szerintem a kölcsön az nem befolyásolhatta ezt. Valószínűleg másról van szó. Úgy látom, valószínűleg igen, arról van szó, hogy valamit elrontottam az úthálózat esetében. Nézzük át, hogy mi történt. Úgy látszik, hogy az autók nem tudnak kijönni. De ki tudnak jönni, mégis azt írja, hogy nem tud eljutni a szállítmány a városba, amit ugye nem tud elérni a célterületet. Na nézzük akkor, miért nem. Itt megy egy egyenes, egyirányú út. Idáig. Itt elérhetjük már a célterületet, ez szinte biztos, és itt vissza tudunk jönni. Ugye itt kijönnek az autók egyirányú utakon. Nem igazán látom okát ennek a dolognak, ami itt történik, hogy itt mi a probléma. Most meg kicseréltem a földutakra bizonyos szakaszait ennek az egész úthálózatnak, és megnézhetjük azt, hogy például, hogyha ezt az utat kicserélem így komplett, akkor mi a probléma, mert akkor biztos, hogy el kéne jusson. Érdekes, hogy nem jut el. Nekem ez egy ilyen bugnak tűnik a játékban. De várj csak, a nyersanyagokat nem tudjuk beszállítani? Nem. Kiszállítani nem tudunk, úgy látszik. Nagyon érdekes, pedig földút vezet rögtön a városba, szóval ha visszaépítem az előző utat, akkor is valószínűleg ezt fogja kiírni. Milyen érdekes, hogy most már elindultak a kamionok, de hogyha például csinálok egy egyirányú utat ide, így,
Akkor tovább működik a rendszer. Oké, rendben van. De nézzük, hogy mi az a pont, amikor úgy dönt a játék, hogy neki nem tetszik valami. Mert ez a rendszer is működik, és elméletileg az egész rendszernek működőképesnek kéne lennie. És úgy látom, mintha most már meg is szűnt volna a forgalom megint. Igen, és valamiért nem tudja elszállítani azt, amit szeretnék. Ez nagyon érdekes, az útkereső rendszernek lehet valami hibája. Érthetetlen. Csináljunk ide egy körforgalmat, hát ha ez segít rajta. Illetve különböző körforgalmakat indít, rakhatnék le. Érdekes hibája a játéknak, hogy egyértelműen látszik, hogy az úthálózat jó, hogy az útirányok jók, és a város felé tartanának, mégsem engedi. És főleg a visszavezető szakasznál volt a probléma, ráadásul annak is az most jó lett valamiért. Valamiért nem találta meg, nem tudta elkapni az útirányokat a játék. Nagyon érdekes, nem tudjuk miért. Jó, hát fény derült egy apró hiányosságára a játéknak így az útkereső rendszerben, mert többször átnéztem, és tényleg nem láttam semmi hibát abban, amit építettem, egyszerűen csak elindult egy idő után, miután többször így átfuttattam rajta. De persze volt már olyan, hogy az én hibám volt, aláírom, szóval találkoztam már ilyen problémákkal, hogy valami nem működött jól, és rájöttem, hogy aztán mi volt, de most ebben az esetben nem láttam ilyen problémát. Úgyhogy csak az útkereső rendszerre tudok gondolni, hogy az valamiért nem találta meg a megfelelő irányvonalat. Na nézzük akkor, maximumon pörgetem a játék idejét. És valószínűleg egyébként sajnos nem fogunk eljutni a nadrágig, mert az eszméletlen sok idő lenne kikutatni azt a technológiát. Ugye 5 milliót bele kéne áldozni ebbe a projektbe. Viszont mindenképp eddig a hát mondjuk azt, hogy anyagi darabig eljutunk, és megnézzük, hogy az egyébként az leszállítható lesz-e. Meg kell nézni persze azt is, hogy a városnak hol van a... mondjuk az, hát mi ez a ruhaboltja. Én tényleg meg nem mondom, hogy itt van, ez az. Egyébként, bocsánat, amik itt vannak, ezek ilyen aukciók, erről még nem beszéltem a játékban. A különböző városok ilyen aukciókat, ajánlatokat tesznek a játékosok felé. Hát nyilván én most egyedül vagyok, plusz az AI játékosok, amik nagyjából itt láthatók, itt dolgozgatnak mellettem. És megvesznek területeket, ahol szintén ugye tevékenykedhetnek, mert a játékban úgy néz ki a dolog, hogy vannak városok, és a városoknak vannak körzeteik. És ezeket a körzeteket nem lehet beépíteni, amíg nincs hozzájogunk, és ezeket a jogokat meg kell venni, több millió dollárról van szó, annyi pénzt kell beleöltni abba, hogy megvehessük ezeket a jogokat. Na most, a játékosok gyakorlatilag versenyeznek egymással azért, hogy megvehessék az építési jogokat egy területre, és egymás fölé licitálnak, minél többet költünk, ugye annál nagyobb az esélyünk, hogy mi fogjuk megnyerni az adott területre az építési jogot, és onnantól kezdve ez nem változik. Szóval nagyon nagy előny, hogyha a játék elején az ember meg tud venni egy ilyen építési jogot, de különböző jogokról van szó. Szóval itt például van egy ilyen, hogy ideiglenesen 19 hónapig az autóknak a sebessége megnőhet 53%-kal a területen. És ezért ki kell fizetnünk 200 000 dollárt az adott városnak. Most ez a város, ami ezt felajánlotta, ez az Outlook, ami hát igazából itt van középen, és úgy látom, hogy senki nem tartozik hozzá, illetve talán ez az AI játékos neki szállít. Igen, olyan látom. Szóval ez inkább ezt a játékost érinti, de megtehetem azt, hogy rálicitálok azzal, azzal a céllal, hogy kiszúrjak vele. Az AI is szokta csinálni ellenünk, főleg a nehéz játékokban.
hogy egy igazán jó ajánlat, ami mondjuk az épületek fenntartási költségére hat ki, és hosszú távon egy jó 1 milliós profitot eredményez nekünk, amire bőven megéri költeni 200 ezeret, de akár 500 ezeret is, akkor az AI játékos rá fog tenni 300 ezeret, vagy akár többet pont azért, hogy elvegye előlünk ezt a lehetőséget, illetve ne legyen nekünk lehetőségünk nyereséghez jutni. Egyébként, amit látható egyébként, ezt az anyagot tudjuk szállítani a városnak, úgyhogy a mai célunk az lesz, hogy ezt az anyagot leszállítsuk neki, amihez egyébként, hogyha megnézzük ugye a Tech Tree-t, illetve nem is a Tech Tree kell, hanem inkább a receptkönyv, akkor azt láthatjuk, hogy itt a... hát igazából itt egész alap dolgok vannak, ha jól látom, ugye farmok és nekünk talán a... mi ez? Gyapot? Megvan a gyapot, igen. Nem látok igazából. Ja, a gyárak közt kell néznem, igen. És akkor nézzük csak, van itt asztalos műhely, papírgyár, textilgyár, és itt van ez a kék cucc, ugye ez a kék anyag kell, ami ez ugye a tehénbőr kell, amit már gyártok, illetve ez a szövet, amit ugye a gyapotból fog készíteni, szóval kell valószínűleg egy szövetgyár, és azután szükségem lesz ugye erre az anyagra. Hogy két gyárat kell építenem ebből a szövet gyárból, majd ugye ami az egyik a szövetet készíti, a másik meg ezt a komolyabb ruhadarabot. A gyapot farmot kibővíthetem akár egyébként, hiszen a gyapotot eljuthatom a városba nyers formában is, az is haszonnal jár, meg eljuthatom ugye úgy is, hogy feldolgoztam, feldolgozott formában. Úgyhogy azt mondhatom egyébként, hogy nyugodtan lerakhatok szerintem még egy-két gyapot farmot, hát nyilván ahhoz egy kicsit még le kell harapni ebből a... ...területből. Tudjuk kibővíteni egyébként ezt a... Ja, mondjuk egyébként nem, ez inkább elég is persze, itt már fölösleges pénzköltésekbe megyek bele. Szerencsére könnyű fokozaton játszom, és látszik, hogy rengeteg pénz van így a játékban, úgyhogy nem igazán fogjuk elbukni a játékot, hogyha a legkönnyebb fokozaton vagyunk. 14 millió dolláron van még mindig, úgyhogy 15-tel kezdtem, és gyakorlatilag szedtem a pénzt. Annak ellenére, hogy voltak fölösleges költségeim, mint például ezek, amiket itt csinálgattam menet közben. Még egy gyapot farmot lerakok. És csak hogy stílusos legyen, azért megépítjük mellé az utat is. A gyapottal nem igazán kell foglalkozni, innentől kezdve, hogy a raktár ugye képes bevonni a hatósugarába, magával a vízzel kell már csak foglalkoznunk, ugye, hogy a plusz két gyapott farm azért igényli a plusz vizet, úgyhogy építenem kéne egyébként még egy víz szivattyú üzemet, ami úgy néz ki, hogy akkor ugye, hát gyakorlatilag ezt a rendszert folytathatom, amit már elkezdtem építeni. Van egy olyan hibája a játéknak egyébként, hogy azok a területek, amik nem lennének módosítva, azokról kiindulva mégsem enged módosítást más területekre, hogyha az a terület valamilyen épületet érintene, de mivel ugye nem lenne módosítva, ezért logikusan engednie kéne a játéknak, de valamilyen furcsa ugye tiltási rendszert használ ugye a játék, amiben ez a rész nincs kidolgozva. Ez a feltétel, hogyha az adott terület ugye nem fog változni, attól függetlenül nem engedi meg a játék azt, hogy onnan kiindulva változtassak olyan területeket, amik változhatnak. Ültetek egy-két fát a játékban, mert így jobban fog kinézni egyébként ez az egész úthálózat, ez az autópálya, meg minden, úgyhogy ide beültetünk fákat, hát ha majd meg is nőnek később, meglátjuk. Pénzbe kerül egyébként elég sok pénzbe, és leginkább a fa vágó üzem veszi hasznát, de ilyen, hát én nem ilyen esztétikai célokra is szoktam használni, mert több poén. Szóval látható lesz nem sokára, hogy a gyapot az megnövekedik a raktárunkban. A gyapot tartalékunk. Ugye látható, hogy már ilyen 10 gyapot itt van például. Ez azért van ugye, mert csak 9-et szállítok a városba, és a plusz két farm az ugye túltermeli nekünk a gyapotot. Na, és akkor most ki is fejlesztettük a szövetanyagunkat.
Vagyis akkor lerakhatok egy ilyen gyárat, textilgyár itt is volna, egész aprócska, egész picike. De ebből szerintem kettőt is lerakhatunk akár. Így. És akkor ennél a textilgyárnál beállítom azt, hogy... Értve, bocsánat, ennél a textilgyárnál beállítom azt, hogy ezt a kék szövetanyagot termelje, vagy kék ruhadarab anyagot, a másiknál pedig beállítom, hogy az alapszövetet termelje. És ugye egy apotra van szüksége, ezt majd biztosítja nekünk a raktárunk nem sokára. Másra igazából nincsen szükség, csak bőrre. Na most a bőr az ugye megy a városba is, de termeljük ugye majd ennek is, ennek az épületnek is, úgyhogy kellene még egy tehénfarm erre a célra. Hogy ugye a plusz bőrünk az meglegyen. Vagy egyébként nem feltétlenül, mert egyszerűen azt kell mondani, hogy a bőrt azt nem kell eljuttatnunk a városba, vagy legalábbis nem végtelen mennyiségben, majd kiderül egyébként, hogy hogyan veszi a prioritást a játék. Hogy ad-e neki, egyébként adja a bőrt a raktára területnek, szóval úgy néz ki, hogy a városba nem juttat el minden bőrt, hanem előtte eljuttatja ugye ebbe az üzembe a bőrt, amiben szeretném majd felhasználni. Igen, és itt látható, hogy a textilgyárunk elkezdett dolgozni ezen az alapszöveten, és utána majd, hogyha ez le lesz gyártva, akkor elkezdünk dolgozni ugye a ruha anyagon is. És akkor most leszállítjuk a raktárba, leszállítjuk ugye a textilgyár 2-be, és itt látható, hogy már megjelent két darab ilyen anyag, és ezek szerint elkezdtük gyártani a kék ruha anyagot. Na most a raktárban érdemes lenne beállítani, hogy akkor ezt a végterméket juttassuk el a városba. Ez egy tier 2-es dolog lesz, amit már viszünk is a ruhaboltba. És ugye amint megérkezett, pedig meg kell érkeznie nem sokára, kérdés, hogy melyik autó viszi? Ez egy hús szállító autó. Ez tejet szállít, és itt szállítjuk a ruhaanyagot. Na, szóval igazából én csak ennyit mutattam volna meg a játékból, mert egyébként így is egy hosszabb bemutató videó lett végül ez az egész, de el szerettem volna jutni addig a pontig a játékban, hogy egy magasabb szintű anyagot állítunk elő, ugye, és hogy lássátok azt, hogy milyenek a gyártási folyamatok a Rise of Industry-ban. Szerintem nagyon érdekes a játék, nagyon jól ki lett találva, illetve remekül ki lett vitelezve. Van egy-két idegesítő tulajdonsága, például olyanok, hogy a városi utakat nem lehet lebontani semmilyen szinten, a városi házakat se lehet lebontani, szóval ha valami útban van, akkor pek, nem tudunk vele semmit se csinálni. Illetve, mint amit láthattuk, van egy kis bug az útkeresési rendszerben, néha azzal se tudunk mit csinálni, mert az úthálózatokat nem tudjuk finom hangolni, nem tudunk lámpákat berakni, nem tudunk, a vonatsinekkel és az egyéb ilyen szállítási módokkal még nem is próbálkoztam a játékban, mert nagyon nehéz eljutni odáig, szóval a játéknak hatalmas mélysége van, nagyon sok idő kell a játékhoz, és több órányi játék után sem feltétlenül fog az ember még eljutni oda, hogy kipróbálja az összes szállítási módot. Én még mindig csak ott tartok, hogy a sima úthálózatokon át tudok szállítani bármit. Szóval mindenképp ajánlom, akinek tetszik ez a műfaj kipróbálásra, mert szerintem bőven megéri az időt, de akkor, mint mondtam, ennyi lett volna a Rise of Industry. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és hogyha kíváncsiak vagytok élő adásokra tőlem, akkor a Twitch csatornámon is követhettek, ahol már egyébként játszottam ezzel a játékkal több ízben, és ide feltöltöttem a YouTube-ra egy-két kivétellel az összes videómat róla, úgyhogy ennyi lett volna, mint mondtam, a Rise of Industry. Köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!